Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket, ez itt a Sport, ma a Pécs TV napi sport híradója. Atlétikáról beszélgetünk majd, de lesz egy teniszmérkőzésre készült összefoglaló is. Maradjanak velünk, azonnal kezdünk. Mostani vendégem lassan már állandó vendége a stúdiónknak, de ez minket nem zavar egyáltalán, részint mert sikerekről beszámol majd. Másrészt pedig itt az uborka szezonban azért a Pécs TV-ben is van legalábbis remélhetőleg jó hír és szenzációs hírek. Tisztelettel köszöntöm Konkó Gyulát, aki a Pécsi Futóklub elnöke, és minden esélyben. Hát a hétvégén volt egy felnőtt országos atlétika bajnokság, ugye mi folyamatosan kapcsolatban voltunk, és egymás után szállítottad a jobbnál jobb híreket. Kezdjük azzal, ami számodra kedves és szívünket melengeti. Hát a legkedvezőbb az mindjárt az első nap történt meg, hogy Barni ugye visszatért és sikeresen a láb fájás után és az egy hónapos, majd egy hónapos Bene Barnabásról van szó, igen. Nem kell ezt mondani, csak mégis aki nem ismerné Barnabás. Majd egy hónapos kiagyás után azért a magabiztos fölénnyel nyerte az 1500 méteres síkfutást. Kétség sem fért hozzá, hogy ott valaki megverheti, és ennek nagyon örültünk, és ebben a borzalmas melegben, majd 40 fokott a rekordtánon, azért az a 3.45, 1500-on az egy nagyon jó ígérnek számít. Igen, arról beszéltünk itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy ugye a rekordot vagy csúcsot nem lehet várni, mert hát egyszerűen nem. Ilyen melegben biztos, hogy nem. Meg hát tegyük hozzá, hogy magyar bajnokságon azért nem az a fontos, hogy milyen idővel, hanem hogy nyerjük meg azt a bajnokságot. Tehát nem elsősorban arról szokott szólni, hogy nagyon jó időeredményeket futnak ilyenkor, főleg a középtávfutók. És akkor menjünk tovább, akkor volt ugye 5000 méter, 3000 méter akadály. Aznap még volt egy 3000 akadály, ahol az Ott Balázs és a Tóth László indult, meg a Schubert Peti még, aki a fiatalok közül egy nagyon tehetséges sportolónk, és Lacika, Tóth Laci és Ott Balázs felváltott vezetéssel nyomták az iramot, és ennek megjött a gyümölcse. Körülbelül az a negyedik kör után már leszakadt a mezőny. Aztán megbeszéltük a fiúkkal, hogy hát az utolsó 600 méterrel a cél előtt, aztán majd eldől, hogy ki a jobb. Hát az utolsó 200-ig még nem dőlt el, de a vízesárokról, ahogy lejöttek ott, Balázs nagyon meggyőző volt, és egy fantasztikus hajrát nyitott, amit a Lacika nem bírt most. És így a Balázs nyerte meg a 3000 akadályt, és a Lacika lett a második, és nagyon-nagyon jó hír az, hogy a Schubert Peti negyedikként futott be, ami egy nagyon jó eredmény. Ő egy fiatal versenyző, így van. És hát az idézőjelben nagyon betartva az edzői utasításokat, és nagyon okosan versenyezve negyedik helyezést ért el. Mi történt a második nap? Második nap ott az 5000 méter volt, ahol én nagyon bíztam abban, hogy hármas pécsi győzelem születik majd. Hát ez most nem jött össze. De nyertünk. Hát igen, a bajnoki cím az a Barninak sikerült, Bene Barnabásnak, viszont én abba bíztam még, abba teljesen biztos voltam, hogy a második hely az szinte biztos a Balázs részéről, de sajnos egy picikét, azt lehet, hogy előző napi 3000 akadálynak is tudható, hogy kicsit elfáradtak a fiúk, a Laci és a Tóth Laci és az Ott Balázs, és így sajnos a volt bajnok és egyben országos csúcstartó Csillag Balázs megverte őket a végén egy nagyon nagy hajrában, és így sajnos csak az első, harmadik és negyedik helyet tudtuk abszolválni. De ez egy fantasztikus siker. Gondoltatok arra esetleg, hogy vagy utána néztetek, hogy ez a klubok között hol milyen eredménynek számít? Még nem, azt megnéztük, hogy pontokban nagyon jól szerepeltünk, nagyon sok pontot gyűjtöttünk, és azt is elmondhatjuk, azt büszkén mondhatom el, hogy ugye most van július vége, és már majdnem azt a pontszámot értük el, ami a tavalyi év végén volt. Tehát akkor az idén a tavalyihoz képest jobb lesz. A tavalyihoz képest sokkal jobban fog szerepelni a klub ez a pontokban. Mondhatom azt, hogy én most bízom abban már, hogy 1000 ponttal többet fogunk elérni, mint tavaly. Legalábbis reménykedek benne, és ez a klubok közti versenyben nagyon sokat fog számítani. Ugye két nagyon fontos nemzetközi esemény lesz. Igen. Most augusztus elején, mindjárt, Göteborgban az Európa-bajnokság, ahol Bene Barnabás, most már biztos utazó. Ez a felnőtt Európa-bajnokság, ő már biztos a csapattag. Hát nagyon bízunk benne. A mostani futás alapján, amit láttunk, ez nagyon meggyőző volt, és még ugye van két hetünk, majdnem. Hát azért tegyük hozzá, hogy Barnabás nagyon sok
külföldi versenyen szerepelt már, tehát van összehasonlítási alapja. Most, hogyha azt kérdezem, hogy mire lehet számítani mondjuk a hosszabbik távon, akkor tudsz valami, hát igen, valamit mondani? Jól, jól mondtad a hosszabbik távon, mert hogy nem 1500-an fog futni, hanem 5000 méteren, ott nagyobb esélyt látunk arra, hogy jobban szerepeljen. Tehát az ellenfeleket ismerjük nagyjából, gondolom én. Igen, hát ez egy felnőtt mezőny, azért azt tegyük hozzá, hogy a Barni most első éves felnőtt. Igen, tehát a juniorokat ismeri, és azért a felnőtt mezőnyben ott azért vannak nagyon jó futók. De bízunk abban, hogy mint ahogy egy országos bajnokságon sem az idő számít, hanem a győzelem, itt is remélhetőleg nem lesz olyan nagyon-nagyon komoly iram, a Barni pedig tudható, hogy a végén ott nagyon nagyot tud hajrázni, és ha a végig el tud velük futni, akkor bízhatunk valami nagyon szép eredményben. Lesz Pekingben junior világbajnokság. Igen. Oda ki aspirál? Hát a Tóth Laci aspirál, ugye? Tóth Laci, ott Balázs. Nem beszéltünk. A Balázs az nem, ő már nem junior, ő már átlépte ezt a korosztályt. Balázs az egy, meghívták most egy négyes viadal lesz Pilsenben, azt hiszem. Szlovákia, Csehország, Spanyolország és Magyarország válogatott viadalra, ahol 3000 akadályon fog futni. Reméljük, hogy hasonló szép eredménnyel. Lacika pedig a világbajnokságra utazik, ahol mi bízunk abban, hogy ugye van a kenyaiak, ott vannak az etiópok, a marokkóiak, és valahol a legjobb európai, a legjobb fehérbőrűt, én azt is megmerem kockáztatni, legjobb fehérbőrű versenyző lehet, de én nagyon bízom abban, hogy valakit el tud csípni ezek közül, a fekete fiúk közül. Ugye mondtad a fiatalokat is, hát jönnek fel szépen, nem? Így van, így most igaz. Az, hogy egy versenyzőnk tud jól szerepelni, az egy dolog, de hát ott van közvetlen utánpótlás, tehát azért lesz majd valamikor. Igen, jó és azt elmondhatom, hogy a mostani futások alapján a ősszel megrendezendő junior és felnőtt mezei Európa-bajnokságra tőlünk 5 emberke fog utazni. A felnőttben ugye ott Balázs és Bene Barnabás, és a juniorok között pedig Sánta Vizoli, Tóth László és Schubert Péter. Az utazó csapat tagja most már szinte biztos, és a magyar csapat 4 tagjából 3 pécsi futóklubos lesz. Hogy bírjátok ezt a rengeteg versenyt? Ezt most komolyan kérdezem már, mint hogy anyagilag szervezésben, és hogy ott tud-e mindenhol lenni valamelyik egyesületi vezető. Ez így igaz, mindig ott vagyunk. Ha lehet, akkor mindketten ott vagyunk a Fogarasi Sándorral együtt. Most is így történt. Én igyekszem ezeket a versenyeket nem kihagyni, és ha tehetem, akkor mindig ott vagyok. Őszinte leszek most. Telefonon, így van. Ha siker van. Az 1500 méter közben mondtam épp a Sanyinak, hogy nagyobb volt a druk, mint amikor annak idején még én voltam ott bent a pályán. Ez kívül sokkal rosszabb lenni, mint bent a pályán, ezt garantálom. De aztán annál csodálatosabb érzés. Igen, az érzés az utána nagyon jól esett, és nagyon örültünk neki, és az egész csapat. És nagyon-nagyon jó hír az még, hogy most már úgy beszélnek rólunk, mint egy tényleg egy nagyon jó kis csapat, és látják, hogy itt tényleg egy nagyon jó csapat munka folyik, és mindenhol pozitívan beszélnek rólunk az országban, és ezt jó hallani, visszahallani. Azt is jó hallani, hogy ennyi minden sikerről tudsz beszámolni, Gyula. Én megígérem, hogy bármikor nagy eredmény van, szívesen látunk itt a Pécs TV stúdiójában. Sokat vagytok benne, de ez azt mutatja egyébként, nem csak az, hogy uborka szezon van és nincs más téma, hanem hogy minden hétre jut egy nagy eredmény. Várunk legközelebb is, főleg az Európa-bajnokság, világbajnokság kapcsán, de egyébként is, amikor valami mondani valótok van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük a lehetőséget. Testvérvárosokból érkeztek egyetemisták Pécsre, és több napig maradnak a városban. Különböző programok mellett természetesen sportoltak is, mi a kispályás labdarúgó tornán jártunk. Nem csak szakmai és kulturális programok, hanem sportrendezvények is szerepelnek minden évben az ICVIP-en, azaz a Nemzetközi Egyetemi Találkozón Pécsett. A kispályás labdarúgó bajnokságra idén összesen 9 csapat nevezett. A harmadik helyért Olaszország a legjobb focistákból alakult World Team ellen játszott. A mérkőzést a világválogatott nyerte 2-0. A döntőben Magyarország csapata Szerbia ellen lépett pályára. Most a harmadik helyért zajlik a küzdelem, utána pedig a döntő. Szerbek ellen kell játszania a szervezőgárdának, az ICVIP Town-nak elkeresztelt csapatnak. Hogyan állt össze a csapatotok? Mennyit tudtatok készülni együtt? Igazából amit készültünk, az a tavalyi ICVIP volt. A tavalyi ICVIP-en játszottunk együtt utoljára, és akkor 6 év után először sikerült megnyernünk a kupát. Tehát most bajnokokként megvédve újból a címet lépünk pályára, de én egyébként a szerbeknek drukkolok.
Milyen volt a többi csapat, milyenek voltak a meccs színvonalak? Azt gondolom, hogy jó csapatok vannak, minden évben egyébként, tehát törökök, olaszok, az ICIP különböző nációiból egyébként összeválogatott világcsapatok, és nagyon nagy lelkesedéssel játszunk egész nap, ráadásul akik buzdítanak bennünket, ők zseniálisak. A rendkívül szoros találkozón a házigazdák nyertek 1-0-ra. Taros István szervező elmondta, hogy a labdarúgáson kívül idén vízikosárlabda bemutatót is tartottak a résztvevőknek. A következő találkozókon még több sportágat bevonnak majd a 10 napos programba. Azt szeretnénk egyébként, hogy minden évben egyre több sportesemény kapjon helyet az ICIP keretein belül. Nem csak a nyári egyetem és a konferencia vonal, hanem egyre több sportesemény is. Lesz-e még sportesemény, vagy most már ezzel véget ér? Ezzel véget ér. Az valójában az első 3 nap egyébként arról szólt, hogy mind sportesemények segítségével, mind könnyedebb programok segítségével összeszokjon a társaság, és hétfőtől kezdődjön meg a nyári konferencia, valamint induljanak meg a városnak szervezett fesztiválprogramok, a koncertek a Barbakán-Mállárokban. A kispályás labdarúgótorna végeredménye: első Magyarország, második Szerbia, harmadik világválogatott. Rövid híreink, információink következnek most. Két NB1-es fiú csapatunk mérkőzésének az volt a tétje, hogy melyik együttes marad az NB1-ben, íme a meccs részletei. A rájátszásban a hazai rivális a Pécs 2000 TC ellen játszott a pécsi Elektromos SF férfi teniszcsapata. Az NB1-ben az 5-4-es Székesfehérváron elszenvedett vereség után a keszthelyi Szán TC ellen 5-4-re nyert a gárda az alapszakaszban. Az utolsó fordulóban a Budaörsi SC ellen 7-2-es vereséget szenvedett a csapat, így a rájátszásban a Pécs 2000 TC-vel kerültek párba a fiúk. A másik NB1-es csapat ugyanis a Vasas és a Kőszeg ellen 8-1-es vereséget szenvedett, és a BSE visszalépése miatt megkapta az egy győzelemért járó pontokat. A legutóbbi alkalom, amikor találkoztunk itt egy héttel ezelőtt, akkor a Keszthelyt sikerült itthon megverni 5-4-re, aztán Budapesten egy 7-2-es vereséget szenvedtünk a Budaörstől, és a végén pedig a Keszthelyi visszavágón szintén 5-4-re, de ott kikaptunk sajnos. Gyeni Szilárd, a pécsi Elektromos esett csapatkapitánya elmondta, hogy tavaly óta 2 teniszezővel bővült a játékos keret. Gén Péter és a Fehér Gyarmatról visszaigazoló Varga Gábor erősíti idén a csapatot. Keszthelyi Soma pedig a BSE vendégjátékosaként lép pályára a mérkőzéseken. Nagyon meg vagyunk elégedve, hiszen a vendégjátékosunk, a Keszthelyi Soma gyakorlatilag 90%-os, a Varga Gábor, aki visszaigazolt, ő szintén, és a budapesti játékosunk, a Gén Péter, ő is nagyon, nagyon jó szerepel. A pécsi Elektromos SE és a Pécs 2000 TC hazai rangadót játszott a bennmaradásért. Eléggé kiegyenlítettek az erőviszonyok, egy picit erősebbnek érzem az EON csapatát, az elmúlt 3 évben mindig így alakult, mind a 3-szor mi nyertünk, aztán a mai napon is így fog ez történni. Te hogy nem játszol most? Hát úgy érzem, hogy kintről sokkal jobban tudom segíteni a csapatot, mint hogyha játszanék, mert akkor benn vagyok a pályán és játszom, nem tudok figyelni a saját meccsemre. Hogyha most benn maradtok, tehát ha megnyeritek ezt a találkozót, akkor hogyan tovább a következő idényben? Hát remélem, hogy a jövő évben nem fogja a sérülések tizedelni a csapatunkat, és az öcsém, a Gyenis Máté fölépül, és akkor egy sokkal erősebb gárdával nem kellünk ilyen kellemetlen helyzetbe. Fiatalokat próbáltok-e majd beépíteni a csapatba? Igen, de egyelőre a jövő évben csak a másosztály csapatunkba építjük be, és aztán aki olyan szinten lesz, hogy befér, akkor őket elhozzuk az első osztályba. A találkozón a pécsi Elektromos SE 4-2-es egyéni vezetés után 6-3-ra nyert. Így jövőre csak a pécsi Elektromos SE csapata játszhat az NB1-ben. Ennyi volt mára a Sport Ma, a Pécs TV napi sport híradója. A képernyőn internetes elérhetőségünket tetszenek látni. Szerdán is várom önöket ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!